Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A Ranger több panelos megoldásáról szeretnék beszélni. Miért? Mert a Ranger ellen a legnagyobb ellenév, hogy a Miller-féle elrendezést használja. Pár szóba, mi az a Miller-féle elrendezés? Középen van egy kis oszlopunk, ami a közepes méretű oszlop, és abba állunk pontosan a .config könyvtáron. Azaz abban navigálsz le, föl, el, vissza a könyvtárak között. Az egyik oldalon a felettes könyvtárat látod, a Laci, azaz az én home könyvtáramat, illetve a másik oldalon a .config, amin állunk, annak az alkönyvtár szerkezetét, illetve hogyha egy konkrét állományra, egy fájlra lépünk, akkor annak a képét fogja megmutatni, ha az kép, kép, hogyha szöveg, akkor a szöveget fogja megjeleníteni, tehát beállítástól függően, illetve a lehetőségektől, a telepített egyéb nézegető programoktól függően természetesen képet, PDF-et, doksikat, egyebeket meg tud jeleníteni. Nagyon kényelmes dolog, hiszen lefele megyek a fájlok között, és látom azoknak a tartalmát, azaz képek között villámgyorsan tudok rendezgetni, esetlegesen konfigurációs fájlra rálépve rögtön látom annak a beállítási lehetőségeit, szóval nagyon kényelmes dolog, de nem ezt szoktuk meg. Azaz, az emberek szeretik azt a megoldást, hogy kettő darab egyforma panel van. De egy kis kitérés, nyilvánvalóan, hogyha valaki a Miller-féle rendezést használja, és rájön arra, hogy az egyikben megyek lefele a könyvtárok, fájlok között, a másikban meglátom annak a tartalmát, az nagyon kényelmes és gyors és hatékony. Hát bizony, annak a felettes, tehát az a kis keskeny rész, ahol a Laci, azaz az én home könyvtáram neve volt, az nem igazán kell. Hiszen gyakorlatilag, ha feljebb akarok lépni egy könyvtárszerkezetet, megfelelő billentyű kombinációval megteszem, és gyakorlatilag teljesen fölösleges azt látnom, hogy annak a neve, hogy Laci. Igaz? Természetesen. Így a Rangerbe is ki lehet venni az egyik panelt, két panelos, illetve inkább úgy mondom, két képernyős, két darab oszlopos megoldást lehet tenni. Erről már volt szó, szerintem az a panel, az az oszlop teljesen fölösleges, és ezért szeretem bemutatni, hogy én bizony ezt szeretem, hogy van egyikbe, ahol lépkedek, a másikba, ahol nézem, látom a tartalmat. Na de hát bizony nem mindenki szereti ezt a megoldást, és abban a tévedésben vannak, hogy a Ranger alkalmatlan arra, hogy például úgy, mint az MC, vagy egyéb kétpanelos megoldással tudjunk dolgozni, be lehet állítani. Ahogy látni, két különálló panelt létre lehet hozni, és a megszokott kettő vagy több panelos megoldást is lehet használni. Így teljesen azonos működési elvet fogsz kapni, mint a megszokott kétpanelos, többpanelos megoldásban. Az MC, a Norton Commander, Total Commander, ami igazából Windows-os megoldás, azokhoz hasonlóan, csak kevésbé grafikus megoldásokkal fogunk ezentúl is dolgozni. Kicsit hasonlít a VIFM-hez, bár ott egy kicsit vastagabb keret van, és egy kicsit azt kell mondanom, hogy szebb a megoldás, de a Rangerbe is meg tudjuk oldani a kettő vagy több panelos gondolatot. Ami nagyon fontos, az alapértelmezett beállítások átállítása nagyon fontos dolog. Nem kell átállítani, hogyha nem szeretnél vele különösebben foglalkozni, de hogyha el szeretnéd érni, hogy ne a megszokott Miller, azaz kettő-három oszlopos megoldással induljon, akkor odamész a saját könyvtáradba .config per Ranger per rcconf fájba, és megnyitod a kedvenc szerkesztőddel. Én azt szoktam javasolni, hogy a Vi, vagy a Vim, vagy a NeoVim, ilyesmit használjunk ezeknek a beállításához, hogy szokjuk azokat a megoldásokat, azokat a billentyű kombinációkat, amit például ebben a fájkezelőben, vagy a VIFM-ben, vagy elég sok VI-hoz hasonló, arra alapuló, annak a billentyű kombinációjára alapuló fájkezelőben használunk, meg különben is igazából használjunk nem grafikus felületű szerkesztőket, hiszen a Vi, vagy a VIM, vagy a NeoVim a legtöbb rendszerben alapba bent van, és nem esünk abba a hibába, hogyha nem indul a rendszer, a grafikus rendszer valami hiba miatt, akkor nem tudunk szerkeszteni egy egyszerű fájt, egyszerű konfigurációs fájt, amiben lehet, hogy egy beírás, egy sor vagy két betű megváltoztatásával újra tudnánk
helyrehozni az állományt, és újra tudna működni a gépünk. Lényeg az, szokjuk meg, hogy ha éppen terminálos munkában vagyunk, akkor nem lépünk át grafikus felületű szerkesztőben, akár a Vim vagy NeoVim-et használjuk, hiszen azokat kényelmesen, gyorsan meg tudjuk tanulni, nem túl bonyolult, 5-10 billentyű kombinációval már el tudunk barkácsolni, és tudunk vele dolgozni. Na, lényeg az, megnyitjuk az állományt, az első pár sorba ott van olyan, hogy set, VF mode, és oda van mellé írva, mi le. Ebben fog automatikusan indulni. Alatta hashtaggel ki van hashtagelve, kommentelve, a multipane feliratú dolog, hogyha éppen azt szeretnénk, hogy a kettő vagy több panelos megoldással induljon, akkor bizony átcseréljük, feljebb visszük egyel a hashtaget, és ki kommentelés nélkül set VF mode multipane lenne az alapértelmezet, de hogyha ez nincs kedved igazából, akkor hagyhatod így is, hiszen a Ranger készítői elgondolkodtak azon, hogy bizony lehet, hogy menet közben is jó lenne ezt váltani, azaz ne az legyen, hogy indít, használja Millerbe, és hogyha két panelos, több panelos megoldás kell, akkor leállít, konfigurációt átállít, újraindít, hanem röptében menet közben is meg lehessen ezt tenni, meg lehet tenni, egy gyors billentyű van hozzá rendelve. A magyar billentyűzeten elég kényelmetlen, vagy számomra kényelmetlen megoldás, a kis hullámjel az, amivel elindítja a váltást, azaz a Miller és a több panelos váltást ezzel tudod megtenni. A kis hullámjelet úgy éred el a magyar billentyűzeten, hogy megnyomod az Alt GR, tehát a jobb oldali Alt gombot, meg az egyes gombot, ami a billentyűzet felett, tehát az betűk feletti egyest megnyomod, és úgy éred el angol és egyéb nemzetközi kiosztásnál, ez talán kényelmesebb helyen helyezkedik el, de mivel magyar billentyűt használunk, én kiemelem Altgrün plusz 1, és ezzel el fogod érni, hogy villámgyorsan váltani fog a kettő között. Tehát gyakorlatilag nagyon kényelmes a megoldás, csak a billentyű kombináció béna. Szerintem én ezt meg is változtattam, hiszen ezt a sort átírva, tehát a map és a set közé beírva a kedvenc billentyű kombinációdat, hát bizony azzal gyorsabban tudsz dolgozni. De ez már csak kitérő volt, egy kis finomítás azon, hogy itt bizony sok mindent magad állítasz, sok mindent magad készítesz el, és így valóban testre tudod szabni. Itt a testre szabás nem azt jelenti, hogy kék a betű és zöld a háttér, és akkor mindenki boldog, hogy megváltoztatja a zöld hátteret lilára, és akkor ő most testre szabta. Nem, itt valóban a tényleges munkafolyamatokat tudod testre szabni, ahogy neked kényelmes. Akkor nézzük is meg, miről beszéltem, miért is kényelmes a Ranger használata. Elindítjuk a Ranger-t, alapbeállítás nálam a kettő oszlopos Miller megoldás, hát miről is volt szó. Hát először is csinálunk olyat, hogy az összes könyvtárat, rejtett könyvtárakat lehessen látni. Ahogy látjátok, föl navigálok a billentyű kombinációval, megyek, eljutok akárhova, és itt ezen az oldalon mutatja azokat az állományokat, ami az adott könyvtárban van, hogyha éppen rám lépünk egy olyan fájlra, amelynek a beállítás szerint meg kell jelenni, akkor egyértelműen szépen egy előnézeti képet kapunk. Praktikus? Mondja valaki azt nekem, hogy igazából nem praktikus, és hát ennél jobb megoldás, gyorsabb megoldás is van. Nem, rögtön látod, ami ott van. Természetesen ehhez nagyon oda kell figyelni, hogy a leírásba az összes ajánlott, nézegető, megjelenítő egyéb legyen installálva, hiszen előfordulhat, ha nincs valami installálva, akkor mondjuk képek, videó előnézetek, egyebek, PDF előnézetek nem fognak megjelenni. Azaz, ez egy kényelmes megoldás, igen, de sokan jobban szeretik, ha két különálló oszlopunk van, független panelunk van, és azzal tudnak dolgozni. Itt a megoldás, ahogy megbeszéltük, Altgrün egyes gomb megnyomásával elő is ugrik a több panelos, megszokott két panelos megoldás. Itt természetesen rögtön észreveszitek, hogy egy panel van.
ahogy sejthetitek, a panelok itt a taboknak fognak megfelelni, tehát a füleknek, azaz létre kell hozni még egy tabot. A tabok létrehozása nagyon egyszerű. Az egyik megoldás a Ctrl-N, tehát új Ctrl-N, new megoldással létre tudjuk hozni, nem okozhat az senkinek gondot, és ebben a pillanatban már lehet látni, hogyha én itt navigálok le-föl, villám gyorsan próbálok navigálni, nem történik semmi a másik panelba, azaz az a Miller módszer, hogy egyik panelba mozogsz, a másik panelba pedig látod az előnézeti fájlstruktúrát, vagy a fájloknak az előnézetét, hát bizony az itt nem úgy működik. A panelok között a tabbal váltasz, itt is lehet látni, hogy nem csalás és nem ámítás, gyakorlatilag egyértelműen szétvált a panel, és egyik panelba kijelölsz valamit, másoláshoz átlépsz a tab billentyűvel a másikba, ott oda navigálsz, vagy már azt is nyitod meg, és ott rögtön be is tudod illeszteni, másolni, egyéb funkciókat ellátni, azaz nem változik meg önmagában a Rangernek a használata, csak kettő vagy több panellé vál. Csak kettő vagy több panel tudsz használni. Hogyan használsz több panelt? Úgyhogy megnyitsz még egy tabot, azaz Ctrl-N-nel megnyitsz még egy tabot. A tabok számát itt látod, 1-es, 2-es, 3-as tab, és itt is ugyanúgy, mint az előbb a kettőnél, tudunk navigálni a tab nyomkodásával. Ennyi. Majd miután elvégeztük a feladatot, eldönthetjük, hogy visszalépünk a Miller módszerre, hogyan természetesen az Alt-Grün plusz a 1-es, azaz a kis hullámjel segítségével, ezt érdemes átállítani valami kényelmesebb megoldásra, nekem valahogy nem áll kézre ez a két billentyű kombináció, de hát gyakorlatilag minden, azaz minden, amit el tudsz képzelni, átállítható, ráadásul a Ranger az forráskódban elérhető, egy darab állomány az egész, mármint maga a program, meg pár konfigurációs fájl van, azaz abba beleírhatsz, átírhatsz, javíthatsz, csinálhatsz vele, szabadon bármit, nagyon nagy a lehetőség, aki ért hozzá, vagy elolvassa a leírást. Azaz át tudunk lépni a megszokott alapbeállítású, nálom alapbeállítású Miller módszerre, azaz Alt-Grün 1-es, visszaléptünk, és lehet látni, hogy a tabok megmaradnak, tehát nem fognak a panelok eltűnni onnét, és újra kellene nyitogatni, és természetesen a tabok között tudsz váltani, tehát látható itt a tabok közötti váltás, 1-es, 2-es, 3-as, 1-es, 2-es, 3-as, és lehet látni, hogy maga a Miller panel változik az szerint, hogy a tabon éppen mi van megnyitva. Tehát, hogyha valaki megszokja az, hogy két panel, több panel, Miller módszer váltás, azt használja, ami éppen akkor és ott neki kényelmes és gyors, mert villámgyorsan tudsz váltani, tehát, hogyha két-három panel nyitva van, és a hagyományos Norton Commander-es megoldásos panelokat használod, és előnézeti kép kell villámgyorsan, akkor se kell pánikba esni, vagy éppen nagyobb előnézeti képet megnyitni, ami egy külön ablakban nyillana meg, hanem egy billentyű kombinációval visszaváltasz az adott Miller módszerre, és utána már az előnézeti panelokat tudod használni, azaz ebben a panelba egyértelműen meg fog jelenni a kép, írás, szöveg, akármi, azaz a fáj előnézetet tudod használni. Na, azt hiszem ennél egyszerűbb nincs. Kell egy kis gyakorlat hozzá, hiszen itt most nem arról beszélünk, hogy két panel, és tudunk olyat csinálni, mint sok grafikus megoldásban, hogy egy panel vagy két panel, és akkor ez kielégíti az összes lehetőséget, és mindenki örül neki, hogy egy vagy két panel között tud váltani, és milyen jó, hanem itt azért egy struktúráltabb, több panelos és Miller nézetes, előnézetes, villámgyors nézetes dolgokat tudunk egy másodperc alatt, egy tized másodperc alatt váltani, és úgy tudjuk használni, ahogy nekünk kell. Egy kicsit összefoglalnám a billentyű kombinációkat, amivel a panelokat
illetve természetesen a tabokat, hiszen a panelok a tabokhoz vannak kötve, és a tabok külön is használhatóak Miller módba, ha éppen olyan gondolatod van, ott is ugyanúgy szépen működnek, azaz a nézetek között tudsz váltani. Na, lényeg az, hogy a tab, azaz panel műveleti kombinációk átállíthatóak, de én gyakorlatilag ezeket szoktam meg, ezek nagy részét használom. A Ctrl plusz N az készít egy új tabot, nagyon egyszerű dolog, Ctrl N, New, új, azt hiszem ezzel nem lesz gond megjegyezni. A Ctrl V, dupla V, az pedig bezárja a kijelölt aktív tabot, azaz panelt, hogyha a panelos módban vagyunk. Ez is egy megszokott dolog, hiszen a Ctrl V-vel sok esetben, sok egyéb programban is, dupla V-vel. Természetesen be tudsz csukni dolgokat, tab. Hát a következő tabot, következő panelra való lépést jelképezi. Azt hiszem ennél egyszerűbb dolog nincs, hiszen a legtöbb helyen a tab ütlegelésével, vagy egyéb billentyű kombinációval tudsz panelokat, nézeteket, egyebeket váltani. Meg lehet jegyezni, nem okoz gondot, shift tab, ennek az ellenkező irányú mozgatása. Ez is egy megszokott elképzelés, hogy a shift-tel, kontrollal a tabnak, vagy egyéb billentyű kombinációnak a irányát, jelképét megváltoztatjuk, így nem kell új billentyű kombinációt megtanulni az előre és a hátra léptetéssel. Az Alt plusz szám az egy nagyon érdekes összetett kombináció, azaz, hogyha van neked 1-es, 2-es, 3-as panelod, és megnyomod az Alt 9-et, akkor egy 9-es számú panel fog előkerülni. Alapesetben 1, 2, 3, utána 4-es, 5-ös, 6-os jönne, de kap egy 9-es nevű panelt, és hogyha van már egy aktív 9-es számú panelod, akkor meg odaugrik. Tehát egy összetett kombináció, mindenképp a 9-es panelt fogja ő elkészíteni, vagy odaugorni. Ennyi. Gyakorlatilag, ahogy látjátok, láttátok, az, hogy a Ranger-t két panelra használunk, több panelra használunk, az nem egy nagy dolog, hamar egy billentyű kombinációval át tudod váltani, és vissza tudod váltani pár billentyű kombinációt, az itt látható kombinációt kell pluszban megtanulni, illetve nem is kell pluszban megtanulni, hiszen a Miller módszerrel, a Miller elosztásnál is ugyanúgy a tabokat lehet használni, csak akkor fülecskék, ahogy én mondom, és nem panelok, hát bizony, valljuk be, ez egy nagyon kényelmes, egyszerű és átlátható módszer arra, hogy egy kicsit a két panelos megoldás, több panelos megoldást is használjuk, és igazából ez az egyetlen egy olyan dolog volt, ami miatt én állandóan a VIFM fele kacsingattam, volt róla egy nagyon-nagyon rövidke kis bemutató, de lényeg az, hogy mindig afele kacsingattam, mert a tabok azok úgy nem voltak annyira nekem a szívemhez nőve, inkább ez a két panel, több nézetű panelek egyszerre való használatát nagyon-nagyon megszerettem, mindig ezt használtam, tehát a Norton Commander-es idő óta, Total Commander, Windows Commander, ahogy a leánykori neve volt, csak hát annak meg kellett változtani nevét Windows alatt, és utána, ahogy láttátok, Space FM, egyéb ilyen fájkezelővel is a több panelokat használtam, hát bizony, hát ez nagyon hiányzott a Rangerbe, de ahogy a leírást elolvastam, illetve egy kicsit utána néztem, hogyan miképp érdemes ezt használni, bizony kiderült, hogy igen, ezt ő tudja, alapból tudja, nem kell itt semmi egyéb hekkelést, vagy fordítást, vagy pecselést csinálni, egyszerűen tudja. Nagyon-nagyon tudom ajánlani ezt a rendszert, mármint a Ranger-t, hiszen a lehető legkényelmesebben billentyű kombinációval és sok esetben egérrel is tudjuk irányítani a lehetőségeket. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok!